Na csácsóbi csőtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő teszt videóval. Remélem ez a kis intro meghozta a kedveteket ehhez az ízig vérig szocialista járműhöz, és ezt úgy mondom, hogy igaz, hogy a volt Szovjetunióba kezdték el gyártani, de a mai napig gyártják a GAZ csoporthoz tartozó Ural autógyárban egyébként. Ezt a típust, amit nevezzük nevén és definiáljuk is egy mondatba, ez az Ural 4320-as általános célú 6x6 hajtásképű tehergépkocsi, amelyet a Szovjetunióban elsősorban katonai feladatokra fejlesztettek ki. Igen, 1976-ban álmodták meg ezt a típust, 77-ben már megkezdődött a sorozat gyártása, viszont azt ne felejtsük el, hogy a 4320-asnak milliónyi alverziója van. Van 4x4-es hajtásképű is, van hosszabb verziós, van kukásautótól elkezdve, hú gyerekek, rakétahordozásra tervezett verziótól át. Rengeteget használnak a Szovjetunióban és a volt tagállamokban, például még mindig a mai napig tűzoltóautóként. Tényleg egy rettenetesen általános célú jármű. De beszéljünk egy kicsit a motor kínálatról, mert azért vannak itt egy néhány fordulat. Ugye legelőször még és azt még hozzátenném a történethez, hogy ugye itt volt az a pillanat, ennél a járműnél leginkább, amikor úgy gondolta, a volt Szovjetunióban úgy gondolták, hogy el kellene hagyni a benzinmotorokat. Ugye a V8 benzinmotorok előfordultak nagyon sok előtte rendszeresített járműben, és úgy gondolták, hogy váltanak ugye a dízel motor fele, és legelőször a Kamaz 740-es 10.800 köbcentis, 8 hengeres V8-as dízel motorra azzal szerelték, 210 lóerőt tudott ez a Kamaz motor. Sajnos 1993-ban leégett a Kamaz gyár, és főleg ez a motorgyártó sor, ami az Uraloknak ugye készítette az erőforrását, ez semmisült meg. Ezért innentől kezdve ugye a JAMS gyárból jöttek a motorok az Uralba, és innentől hatalmas kínálatba. Például beszéljünk egy-két motor típusról, mert lehet, hogy azért szeretnék ilyenekre kitérni, mert lehet, hogy valaki ilyennel találkozott, valaki olyannal találkozott, és nem szeretném, hogy arra gondolna, hogy nem vesszük végig ezeket a motorokat. Ugye a kezdetben, ahogy mondtam, akkor a 740-es V8-as dízel motorral, a Kamaz motorral szerelték ugye az Uralokat. 93-ban változott meg ez, és itt akkor a motor kínálat az erősen szertágazott. Volt például 180 lóerős 11,5 literes JAMS motor, ami a 226-os típussal volt szerelve. Akkor volt a 236NE2, amelyik már 230 lóerővel rendelkezett, és egy 6 hengeres V8-al. Egyébként, amikor így a lóerőkről ugye beszélünk, azért mindig előjön ugye a nyomaték, és itt lehet ugye megfogni leginkább ezeknek a nagy köbcentis dízelmotoroknak az előnyét, mert igaz, hogy 230 lóerős volt például ez a JAMS motor, amiről beszélek, de viszont 882 Nm, amit nem tudom, hogy el tudtok-e képzelni, de hatalmas ugye. Akkor ugye később jött ennek a JAMS motornak, ennek a V6-os dízelnek jött a V8-os verziója, amelyik M-nél fogva ugye 15.000 köbcentis lett, egy már 250 lóerőt tudott, és még jó pár motor típus létezett. Egyébként a legnagyobb sorozatgyártásba készített motor az a JAMS 7601-es, ami 300 lóerőt tudott kicsikarni magából. Egyébként ugye az alvászerkezet, a járószerkezet, az egész felépítmény rettenetesen egyszerű. Próbálták ugye úgy elkészíteni ezt a gépet, hogy mindenféle körülménynek megfeleljen. Ugye nagyon mostoha körülmények között használták ugye minden tagállamba, de leginkább ugye a Szovjetunióba, és erre tökéletes volt, könnyen javítható volt. Ugye a hadseregben rettenetesen szerették, a magyar hadseregben is nincs olyan ember, akivel
ha beszélek erről a típusról, akkor nem azt mondja, hogy Uram Isten, mennyire nagyon jó volt. Igen, tudom, hogy ennek van egy nagy tesója, amiről fogunk videót csinálni rövidesen, amit nem nevezünk nevén, ugye? De most ugye erről a típusról beszélünk. És ugye rengeteg altípusa volt ennek a 4320-asnak, amit nem szeretnék sorra venni, mert tényleg milliónyi. Szerintem menjünk be a boltba, és akkor nézzük meg, hogy igazából azt a modot, amit hoztam nektek, az milyen is. Viszont srácok, mielőtt így belevágnánk a lecsóba, szeretnék valamiről beszélni. Hát roppant szerencsés helyzetben érzem magam, mivel szerencsére ugye vannak nyerges vontatók a játékban, már gyárilag, tehát nem modoltak, úgyhogy lesz mivel összehasonlítanunk, de van egy icipici problémánk. Az, hogy a leggyengébb nyerges vontató is a játékban az 462 lóerő, és az mi uralunk az meg 240 lóerő, de a szerencse a szerencsétlenségben, hogy nagyjából dupla olyan erős ugye a leggyengébb nyerges vontató a játékban, ráadásul 6x6-os, ráadásul offroad jellegű. Ez már így nem rossz, ugye ebből lehet így kicsit ugye dolgozni. Hát mit tudunk csinálni? Előveszük a józa paraszti eszünket, és így vele gondolunk, hogy ez a jármű 462 lóerő, a másik az meg kb. Fele, akkor talán úgy nagyjából dupla, leszokozom, nagyjából, és ez kihangsúlyozom, nagyjából dupla olyan gyorsan kellene felhúzni a terhet, ugye az emelkedőn, mint például ugye az uralnak, és ez tényleg nagyjából az a lényeg, én úgy gondolom, hogyha érezhetően az ural icipicit nehezebben fogja felhúzni a terhet, mint ő, akkor ugye nyert ügyünk van, akkor jó az a mod. Úgyhogy igazából ezt tudjuk így alkalmazni. Ha még egy modolt járművet behozok ott, mert már nem tudjuk, hogy mennyire hiteles. Mindig ugye a gyári járművekhez fogunk hasonlítani. Na, de akkor menjünk. Igen, ő lesz akkor az ellenfél, így ahogy van. Semmi változtatással. Így. Na, viszont nekünk van ám még valamink. Van ám még valamink, egy gyönyörűséges ural modunk, és ez az ural mod, ez nem tudom, mindig szuperlatívuszokból beszélek ezekről a modokról, de ez az uralmod, ez olyan szinten van, mint a Rába 180, ugye? Amit ugye kipróbáltunk, gyönyörűséges. A gyerekek, ez megint az, hogy ez megint az a kategória, most ezt halál komolyan mondom, hogy jobb, mint a gyári. Jobb, mint a gyári jármű. Hát annyira iszonyat részletes ez a rohadt mod, hogy hát ez megint az a kategória, hogy le tudnák gyártani ez alapján, a mod alapján ezt a képet. Gyerekek, olyan, annyira jó fizikája van, annyira jól mozognak a lengés csillapítók, annyira icipici, apró, legkisebb csavarok is meg van csinálva, gyerekek, hogy az hihetetlen. Ugye itt van ugye, hogy a 240 lóerős motor van benne, egyébként lehet választani azt, hogy egy nagyobb egyik típusú, vagy a másik típusú lökhárító, hát ebből a lökhárítóból ugye körülbelül kijönne 80 darab kis polszki, annyi vas van benne. Én nem tudom, hogy ez mennyit számíthat, esetleg én azt hiszem ezt választottam a teszthez, azért esetleg, hogyha nehezebb, nem tudom, hogy ad-e hozzá, de esélyes, hogy ez lehet, hogy valami féleképpen orsúlyként is funkcionál, mivel úgy több anyag van benne, mint ebbe valószínű. A kerékbeállítást lehet módosítani. Tök jó, mert igazából nagyon minimális változások vannak a keréken, de mégse volt resta készítő megcsinálni őket. Ugye látjátok, hogy van ilyen széles kerék, meg vannak a szűkebb kerekek, annyira gyönyörű gyerekek ezek a gumi mintázatok. Én azt hiszem, hogy a széles kereket választottam, hogy nagyobb tapadásunk legyen. Ugye itt beszéltük azt, hogy inkább legyen tapadásunk, mint hogy rúgjon folyamatosan a gép. Jó. Színek közül gyönyörűségesek vannak. Esküszöm, gyerekek, ezek a színek. És imádom, hogy a gyári színeket engedik csak. Ugye van ez a homokszín. Gyönyörű vele. Hát van ez a kék, hát ki nem látott, ki látta ezt a kék uralt már, ugye? Gyerekek. Narany. Gyönyörű. Minden. Tökéletes, gyerekek. Csodát. Ez mondjuk ez annyira nem jön be. De nagyon tök jó. Komolyan mondom. Gyönyörű. Én egyébként természetesen a keki verzióba választottam, és azt fogjuk kipróbálni, ki is megyünk, aztán meg fogjuk nézni, gyerekek. Nem, ezt muszáj átvizsgálnunk nagyon.
Hát nézzétek meg azokat a csavarokat. Miért? Nézzétek meg a gumit. A gumi. A gumi ki van minden. Nézzétek a... Oda nézzétek a laprugók, meg az összes csavar. Gyerekek, hát ez alapján az összerakod a izeit. Kapná egy csomó alkatrészt, össze tudnád rakni. Oda nézzél, hallod? Gyönyörű. Nem tudom mennyire, nem tudom kifejezni, hogy mennyire szép egyébként ez a mód. Tényleg tökéletes. Minden apró csavar ott a helyén. Ott hallod, kinézni, ki a franc foglalkozna vele, hogy az a modba azok a csavarok megvannak-e, vagy nem. Hogy pedig ott érted, ott valahol, ahol úgy se látod soha, lehet, meg ott az. Soha, meg azt a csőnek ott a csatlakozóját, azt látod te valaha? Fogod te látni lehet a játékban? Lehet a játékosok 99%-a nem nézi meg, nem látja, nem fog vele találkozni. És mégis ott van, mégis megcsinálták. Ezt mondom igényességnek, ott azt a csavart, vagy azokat a csavarokat. Azok, ha nincsenek ott, senkit nem zavar, nem is. És nézzétek, ott van a csavar, szár, minden, kettő, vagy a másik oldalt, érted? Úgy van megcsinálva, ahogy kell. Hát ezek el. Nem tudok mit mondani ezekre, egyszerűen nem. Ha nézed meg már a izét, fék csöveket. Hát bennek oda, úgy ahogy kell, hallod? Hát hogyha azt lehagyta volna, kit zavarva, elhúzta a fékcsövet basszus az elejétől, érted? A fék fő munkahengerektől. A gardán, nézd oda, úristen. És ott is, ugye mind a kettő tengelyhez. Á, gyerekek, ez egyszerűen... Egyszerűen csodálatos, komolyan mondom. Ha? Nem tudom, ez nem lehet szavakba önteni, hogy mennyire szép egy ilyen mod. És most akkor várjatok egy icipicit, csak azért, hogy tudjunk viszonyítani. Hozok ki egy járművet. És ide hozom mellé, hogy megnézzük ezt is. Ez hogy sikerült beülnöm. Mindjárt pillanat, gyerekek. És megnézzük, hogy mi a különbség, gyerekek. Itt például... ott van három csavar, meg ott van három csavar. Itt minden biztos hegezve van. Meg ott van néhány, de... Közel se olyan minőségű, mint az. Közelében nincs a részletesség, gyerekek. Hihetetlen. Várjatok, és valamit még mutatok. A beltér. Nézzétek már meg ezt a beltér, nézzétek meg milyen kidolgozott a beltér. Minden egyes apró dolog ott van, ahol kell lennie. Na. Gyönyörű, úristen, milyen szép. Nagyon szép. Igen. És akkor nézzük meg ezt a beltért. Hát ez mi ez a kaki? Gyerekek, rettenetes, csúnya. Nem tetszik. Sokkal. Nézzétek meg, mennyivel szebb a másik. Oda nézzé. És nyílik az ajtó, és csukódik, amint beszállsz. És minden apró kapcsoló, minden ott van, ahol kell lennie. És sokkal jobb minőségben. És nyugodik, nyílik, és várjatok, még egy dolgot meg akarok mutatni. Hogy igen, ki lehet nyitni a motorháztetőt, és azért benézünk, gyerekek, azért benézünk, ide fölmászunk. Úgy. És ugye ebbe a V8-as 240 lóerős motor foglal helyet. Hát, hibátlan ez is, gyerekek, tök jó. Minden apró részlet ott a helyén, ahogy kell, ugye nem turbomotor, de a V8-as verzió, ugye nem a V6-os, hát V8 pokolba is, V8 ugye, ott van, onnan húzta le a srác, gyereke, izéket, a csöveket hátra, gyönyörű, le a kalappal egyébként, nem tudom mit mondani rá, hát annyira szép, na! Viszont akkor menjünk bele egy kör, vagy nem tudom, próbáljuk ki. Mindenképp meg akarom mutatni, hogy mennyire részlete. Hát a... Ja, és a gyerekek a... Minden a futóműben minden úgy mozog, ahogy kell. Érted? Nem az van, hogy kamu dolgok vannak. Hanem úgy, ahogy kell, gyerekek. És mindjárt nézzük meg, valahol próbáljuk meg felkapatni valami nagyobb helyre. Hát ez nagyon nagy a gyerekek. Ha olyan helyre megpróbálok felkapatni, nem biztos, hogy fel fog menni. Hogy látni lehet ugye, hogy azért
egy kicsit ott van a, például a lengéscsillapítónak a munkája, működése, de az, hogy nincs kamu alkatrész. Ja, nézzétek a gardánt! Honnan szépen lehajt, ugye meghajtja ott, tovább meghajtja ott. Nincs kamu gyerekek, úgy ahogy kell. Gyönyörű, nem találok szavakat rá. Na, viszont, menjünk tesztelni. Ja, srácok, videón kívül egy kicsit itt átszaptam a dolgokat. A pálya az pontosan ugyanott maradt, mint ezelőtt volt, csak egy picit építettem köré pár dolgot. Például raktam oda egy szerelőműhelyt, ugye, hogyha esetleg akarunk közben változtatni a dolgokon, ide raktam be, ide fognak bekerülni a különböző pótok, amiket fogunk húzni, ugye. Ide raktam egy sterimót, kicsit falakkal körülvettem, meg még ráadásul van ott egy bála, amivel meg fogjuk tudni jelölni, hogy meddig húzott ugye például az egyes gép, így néz ki ez az egész. Mit akartam? Kivágtam a fákat, ugye jobb rálátás legyen. Viszont gondolkoztam azon, hogy kettő pályát rakok egymás mellé, és akkor két meg lehet csinálni ugye azt, hogy külön a gépeket megpróbálni, viszont azkor meg az a gond van, hogy lehet, hogy nem pont ugyanolyan talajon, nem pont ugyanolyan emelkedőn megy fel a kettő gép, az a frankó, vagy az a lényeg, hogy amit én így kigondoltam, hogy mindig középen kell mennünk, és akkor nem éri szó a házáit, hogy jaj, ott volt egy bukkanó, hát azért nem ment fel, meg hasonló dolgok. Viszont csapjunk bele már a lecsóba, mert a tesztre biztos mindenki kíváncsi, bár érintetlen a föld, nagyon szép, dolgoztam rajta azért. Érítsuk el motort, aztán állítsuk be a stoppert, azt nyomjuk már egy hármas gombot, mert igazából szerintem azt kellene megtennünk, nem? És látszok, hát akkor csináljuk. Akkor figyeljetek, egyik kezem a... Ja, és tempomatot nem fogom levenni 10-re, ugye, hanem most az lesz a lényeg, hogy mennyire gyorsan fogják felhúzni. Bár nem biztos, hogy fel fogják húzni, de mondjuk, hogyha az vala esélyes, hogy az ural fogja kevésbé felhúzni, és akkor... hogy mondjam? Ameddig az ural felhúzza, ő neki, kis zöldikének ott a távolba, nála, az uralnál sokkal gyorsabban kell ugyanaddig felhúzni. Mennyi a tesznek az eredménye, és akkor meglátjuk, tényleg igazából tudunk következtetni, látjuk, hogy működnek a modok, hogy reális-e. Mert igazából gyönyörű a mod, már csak arra vagyunk kíváncsi, hogy reális-e. Na, 1, 2, 3! Igen, pörög a kerék. Hú, egész jól megindultunk. 7, 8, gyorsulunk. 9. 10. Tízzel megyünk fölfele, rendületlenül, kb. Középen, ugye az a lényeg, hogy középen 11-el. Na ezért nem volt érdemes, ugye lett volna érdemes belőni a tempomatot, mert túl tudja lépni már. Egyébként 59.000 liter mész van a pótokba, ami, hogyha a fajsúlyjal is számolunk, hogy mennyi a fajsúlya ugye a méznek, akkor ez, gyerekek, ez egy olyan, meg a pótot is beleszámoljuk, akkor úgy erősen a 70 tonna, vagy még annál többet tudunk húzni, vagy annyit húzunk. Most fölfele, hát 8-al megyünk. Na a fűben, én attól félek, hogy elkezd rugni egyébként a fűben. Ez a füves rész, ez direkt egy ilyen jó kis szivatás a végére. De nem baj egyébként, azért gondoltam rá, hogy beszántom. De nem. Direkt legyen egy olyan rész, ahol azért kéri az energiát, kéri a tapadást, mindent ugye a gép. Egész szépen megyünk. Aja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 j
Várjátok, oké, eddig tartott a móka. Hol a bálánk? És a bálát azért gondoltam, hogy én ezt így idehozom. Mert akkor a bálával szépen be lehet jelölni. Ó, nem mér. Várjatok. Kb. Hány másodperc? 5 másodperc lépett, szállottam ki, ugye? Jó. Akkor 1 perc, 20 másodperc alatt tért fel. 1 perc, 20 másodperc alatt tért fel eddig, ugye még... Egy... Jó. Visszatolok, hogy ne legyen útba. Vagy ugye félre is állhatnék. De... Visszatolok, gyerekek, visszatolok. Hát fölfele nem fogjuk tudni felhúzni, úgyhogy visszatolok. Egyébként a felső részét is tök jól megcsináltam, ugye, amikor kiér ott a két zászló, az a cél. Nagyon, egész jól sikerült szerintem ez a kis emelkedő. Tökéletesen arra, hogy ugye ki tudjuk próbálni a járműveket. Figyeljetek, hogyha esetleg erősebb járműveket próbálunk, akkor nagyobb pottot fogunk húzni. Ugye mindig az, hogy szenvedtessük.
Nagyon jó, egyébként ez megint az, hogy a kaszni az nem nagyon koszosodik, a kerekek koszosodnak. Figyelj, egyébként ez legyen a legnagyobb bajom, gyerekek, gyönyörű egyébként. Ugye 1 perc, 20 másodperc, na. Akkor ezt ki is le is állítom, átszállunk a másikba szépen így akkurátusan, nem tabolgatunk. Úgy. Hát ő, mivel ugye jóval erősebb, dupla olyan erős, gyakorlatilag én azt mondom, hogy ő neki 1 perc 20 alatt húztuk fel ugye addig az urallal. Hát ő neki szerintem egy olyan 50-55 másodperc alatt kéne felhúzni, akkor reális. Hát a dupla sebességet nem várom el tőle, mert ugye más jellegű, azért most, hogy mondjam. Ja, hát kb. Azért várjunk, mennyi. Mennyit adjuk neki? 50 másodperc alatt szerintem fel kéne húzni a kb. Akkor reális az ural. Oké, gyerekek, akkor ugyanaz a felállás. És figyelem az órát, mint az őrült majd. 1, 2, 3. Ó, sokkal dinamikusabban indultunk meg. 16, 17. Úgy gyerekek, ez fel fog lenni annyi időt, 20. Igen, és nagyon jó. Én azt mondom, gyerekek, hogy ez jó. Ez jó. Hát ha pont dupla, vagy fele annyi időt fogja fölhúzni, akkor megőrülök. Akkor meg hibátlanom, hogy beszarsz. Itt ugye csökken a sebesség. Mindjárt mondom, hogy mennyire tartunk. 30, 31, 32, 33, 35 másodperc, gyerekek. 35 másodperc. 35 másodperc alatt. Ez borzalmas, ez tökéletes, gyerekek, és meg is állt, jó? Én álltunk meg, óha! Nem álltunk meg, jó, oké, visszacsúsztunk egy kicsit. Rúg a kerék, mint a disztó az egyik oldalon. Ugye, kicsit kiemelkedik. De még húzza, és ne áll! Nem hiszem el, hogy mindig olyan modokat fogunk ki, amelyik hibátlanok, gyerekek. Húzza, ugye elrúg a kerék, jó? Rettenetesen nagy súly van mögötte. Elrúg a kerék, ugye? Levegőbe van. Súlyt nem lehet erre rakni, erre a kamionra. Azt a betyár, gyerekek. Azt a betyár. Hát nem hiszed el. Nem hiszed ebbe, hogy pont fele annyi. Mondhatni, hogy gyakorlatilag fele annyi idő alatt húzta fel. Egy dupla olyan erős. Hát ennél jobban, és ilyenkor ne azt mondjátok, hogy jaj, mert az uról az sokkal jobb lenne, meg minden. Most modokat nézzünk azt, hogy reális elértitek. Egyébként még mindig nem állt meg, még mindig szenved. Nem, nincs sok vissza neki, vissza, oda nézzetek. Nincs sok vissza, ezt jól megmondtam. Egyébként mindig szerintem, itt igen, itt az van, hogy egyik kerék éppen ahogy elrúg, úgy szenvedi fel. Hát nem rossz a srácok, egész jó följön ez a Tatra. Egyszer lecsesztetek, nem Tatra ő, hanem Tatra, ugye? Jó. Hát lehet, hogy itt már nem fog fölmenni. Igazából annyi probléma van, hogy össze-vissza rúgnak a kerekek, ugye? És emiatt nem tud szegény följebb jönni. Épp ahogy elkapja, ahogy leér a kerék, akkor egy kicsit meghúzza, utána elengedi újra. Jó! Állj! Stoj! Oké. Okay. Hüha. Jó. Állj. Jó, egy kicsit ide jövök vele, azt itt talán elnyugszik. Oké, srácok. Hát a dupla olyan erős nem modolt gép, dupla olyan sebességgel húzta fel, vagy fele annyi sebességgel, dupla olyan sebességgel húzta fel, fele annyi idő alatt, tehát az ural egy hibátlan modifikáció. Külsőre egyszerűen maga a csoda, gyönyörű, hát az, hogy a menet tulajdonságai is tökéletesek, arról meg szerintem nincs mit beszélni. Na, nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy itt voltatok. Dobjatok egy lájkot, légy szíves a videóra, hogyha tetszett, és írjatok, hogy milyen járművet szeretnétek megnézni, még lehet ez teherautó, minden lehet, gyerekek, minden. Na, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!